11 óra, 11 perc van, mostanában újra iker, számokkal találkozom, szinte, majdnem minden órában, biztos, hogy ez jelent valamit, nagyjából sejtem azt is, hogy mit, hiszen ezeket a jelenségeket már igen régóta vizsgálom. Nem csak a saját életemben. Én azt gondolom, hogy ma nagyon sok olyan tétel kerül előtérbe, amelyeket kötelességünk vizsgálni, hiszen egy nagyon nehéz korszakban élünk, egy nagyon éles átmenetben ami által próbáljuk valahogyan visszahozni a korábbi értékeket, amelyek elvesztek, és próbálunk egy morálisabb közeget felépíteni. Jó kérdés, hogy ez sikerül é, vagy nem. Én biztos, hogy nagyon régóta küzdök azért, hogy ezeket az alapokat újra le tudjuk fektetni, és hogy egy aranykori mintát tudjunk kialakítani. Most volt egy pici szünet, amíg nem tudtam újabb felvételeket készíteni, és én azt gondolom, hogy ez is főleg azért volt és van, mert olyan helyzetek, szituációk adódnak szinte minden egyes nap, amelyekkel szerintem nagyon nehéz megküzdeni amelyeket nagyon nehéz kezelni, mert egy totálisan kifordult világban élünk, egy olyan érában, ami nagyon más képet mutat, mint ami a mi szívünkbe van írva. Nagyon sokat szoktam arról beszélni, igen, hogy szerintem érdemes azt megvizsgálni, hogy milyen képviselettel vagyunk jelen. Én egy olyan képviselettel érkeztem, egy olyan kódrendszerrel szálltam alá, ami teljesen másról szól, mint amit a mai világ képez, és éppen ezért nem is tudok úgymond beilleszkedni, bár annyira nem is szeretnék, hiszen hogyha be kellene illeszkednem, akkor totálisan ki kellene fordítani, azt az ént, ami szerintem egy adott dolog, ami egy mag, ami talán az isteni mintából származik, és amit én úgy gondolom, hogy soha nem szabad meghazudtolni. Tudom, hogy nagyon sokan érzik magukat rosszul a mai világban, sok esetben én is. Van egy fontosabb portál, aminek az a neve, címe, hogy gyakori kérdések. Érdemes elolvasni azt, hogy milyen kérdések, panaszok jelennek meg ezen a portálon, hogy a magyar emberek hogyan is élnek, működnek eme országban, vagy akár a nagyvilágban. Érdemes összehasonlítani a különböző területeket, ugyanakkor a különböző vonatkozásokat, én azt látom és azt tapasztalom, hogy azok az emberek, akik itt maradtak eme országban, nagyon rossz lelki állapotban vannak, és nem mellesleg nagyon rossz anyagi körülmények között élünk, éldegélünk, persze nem mindenkit, de hát én azt gondolom, hogy mindig az átlagot kell nézni, és azt, hogy a közmorál, vagy egy adott társadalom lelki érzelmi állapota hogyan tevődik össze? Bár én azt gondolom, hogy ez a kétféle fogalom, vagy kétféle állapot nagyon szorosan összefügg, és nyilván, hogy Magyarországon azért is érzik magukat rosszul az emberek, mert nagyon nehezen tudnak megélni. Sajnos korlátozottak a lehetőségek. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik üdülni sem mehetnek el. Hát amióta én szabadúszó vagyok, én sem, mivel ugye ez egy teljesen másfajta kategória, hogyha az ember nem áll be a sorba, akkor bizony nagyon sok mindenről kell lemondani. Én nem vagyok egy dörgölőzős típus, noha megtehetném, de nem tudnék a tükörben nézni, tehát én most már elég régóta, ugye szabadúszóként önállóan élek, működöm, és így tartom fent ezt a programot. Hát rengeteg mindent kellett eladnom azért, hogy ezt a magazint működtessem, és hogy olyan tételeket tudjak felvázolni, amelyekről én azt gondolom, hogy fontosak, és amelyeket. Sehogy más nem tudtam volna megjeleníteni. Annak idején ugye nagyon sok helyen dolgoztam, különböző televíziós, csatornáknál, újságok,nál, lapoknál, szerkesztőségekben, de nem voltam soha annyira szabad, mint most, persze, ahogyan mondtam, ennek ára van. Én azt gondolom, hogy a mai világot nagyon erős hittel, hitrendszerrel lehet valahogyan túlélni, bár szerintem a legerősebb, legfelkészültebb lényeg, bicskája is nagyon sokszor beletörik ebbe az állapotba, vagyis abba a korszakba, millióba, ami ma jelen van. Van egy másik portál, amit gyakran nézegetek, szinte minden nap, és ahol az univerzális helyzetekről, állapotokról számolnak be. Nagyon érdekes, hogy én mindig... Azonos időben ugyanazokat a tételeket kapom meg, amelyek ezekről a kinyilatkoztatásokról szólnak, vagy amiket ugye fel lehet lelni például ezen az oldalon. Tehát biztos vagyok benne most már, persze eddig is ez így volt, hogy egy fontosabb közvetítői szerepet látok el, és nekem ugye, úgy a kötelességem Hát szolgálni tulajdonképpen a rendet, és, és mindig elmondani azt, hogy mi várható, és hogy a jelen helyzeteket hogyan lehet kezelni. 1025 előadás készült, mindegyik saját kútfőből. Soha nem használtam írott szöveget, mindig improvizáltam, és mindig azokat a gondolatokat jelenítettem meg amelyek adott időben megfogalmazottak, próbáltam mindig reflektálni a körülöttem lévő helyzetekre, és ugyanakkor vizsgáltam talán globálisan is azt, hogy mi lelhető le itt föl, hogy a maikor embere hogyan él. Nagyon-nagyon sok tétel dolgoztam ki. Jött egy olyan kérdés, hogy szükség van-e szakemberekre a mai világban, és beszélhetünk itt nyugodtan Magyarországról. Nekem az a válaszom, hogy nem, sajnos nem. Én azt látom, hogy nem, szakemberekre sajnos nincs szükség ebben az országban. Inkább csak olyan emberekre, akiket balekoknak lehet nézni, és nagyon erősen ki lehet használni. Beszélhetünk akár az én szakmámról is. Én gyerekkorom óta. A médiában dolgozom, vagy a média által. 1986-tól, tehát én 86-ban már színpadokon álltam és közvetítettem, majd televíziós lettem, ugyanakkor újságíró, és 15 éve viszem azt a programot, ami még ma is töretlenül Food. Bár ahogyan mondtam, nagyon-nagyon sok mindenről kellett lemondanom, rengeteg mindent kellett eladnom azért, hogy ezt a vállalást vigyem. Azt nem mondom, hogy totálisan lenulláztam saját magamat e tekintetben, de majdnem. Viszont szellemileg nagyon nagy gazdagságra tettem szert, és, és megismertem egy teljesen másfajta oldalamat, egy olyan oldalt, amit szerintem nagyon sok embernek követnie kell. Na most azt látom, igen, hogy a mai világban értékesebb gondolatokra sajnos nem igazán van szükség, ugyanakkor talán szakemberekre sem. Hát szerintem azért, aki már tudott, ő elhagyta ezt a területet, és megpróbálkozott valahol külföldön. Én nem mondom azt, hogy minden esetben az ember külföldön találja meg a számításait. Bár én azt gondolom, hogy azt is figyelembe kellene venni, hogy milyen a megbecsülés, vagy a megbecsültség a különböző országokban. Hát itt erről szerintem nagyon nem kell beszélni. Én nagyon-nagyon régóta figyelem ezeket az állapotokat, szerintem olyan jó húsz éve, és azt látom, hogy egyre rosszabb, romlottabb állapotokat érünk el. Hát megbecsülés az ugye nem igazán van, kivéve azon emberek kapcsán, akik ugye beálltak a sorba, és kerülgetik azt a bizonyos forró kását, vagy mondjuk inkább azt, hogy a húsos fazekat, akik nagyon közel vannak, de akik szabadon gondolkodnak, szabadon élnek, függetlenül például a politikától, és a húsos fazéktól, távolabb, vagy attól mentesen, nekik biztos, hogy nagyon nehéz. Tehát nagyon erősen kell saját magunkat tartani, ahogyan például nekem is. Néha úgy érzem, hogy nem lehet tovább vinni ezt a vállalást, hogy, hogy én sem fogom tovább tudni működtetni ezt a magazint, mert szerintem most már nagyon sokat teher, túl nagyok ezek a terhek. Egyedül már nem is nagyon bírom ezt az egészet, a kiképzést és a küzdelmet. Persze szerencsére mindig vannak támogatók, segítők, de ahogy mondtam, szerintem a hitünket is nagyon erősen kell működtetni a tekintetben, hogy, hogy életben tudjunk maradni, és hogy a szabadságunkat, mint olyan, meg tudjuk tartani nagyon hűségesnek kell lenni ez a tapasztalatom. Tehát, hogyha valaki nem hűséges, akkor szerintem nem tudja végigvinni ezt a vállalást, ezt az utat. Érdekes az, hogy mi lehet azon emberekbe ültetve, akik ilyen nagyon régóta kitartanak, és ennyire régóta próbálnak itt valamit tenni, attól függetlenül, hogy kapnak-e bizonyos támogatásokat, vagy nem, de hát inkább az a válasz, hogy nem. Hát én sem kapok semmilyen központi támogatást, sehonnan. Engem általában magánszemélyek szoktak segíteni, hogy ez a vállalás valahogyan működjön, és ahogyan mondtam, nekem is nagyon sok mindent kellett feláldozni azért, hogy, hogy az lehessek, aki. Szerintem ebben a történetben nagyon fontos erről beszélni, nagyon fontos arról beszélni, hogy az ember hogyan, miképpen tudja saját magát képviselni, hogy azt a magot, amit ugye kaptunk, amit talán a nagy egyetemesség vagy Isten ültetett belénk. Ahogy mondtam, én nem szeretném meghazudtolni ezt a vállást, vagy ezt a magot, éppen ezért nagyon-nagyon sok áldozatot hoztam folyamatosan, hogy hogy önazonos legyek, és hogy nagyon sok mindenre rájöjjek a világ létezésével kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy én egy szabadabb szájú lény vagyok. Persze nem biztos, hogy mindig mindent százszázalékosan el tudok mondani és ki tudok jelenteni, de én azt gondolom, hogy azért az elmúlt 10-15 éves önálló munkám által, nagyon sok olyan dolgot vázoltam föl, amelyek egyedibbek, különlegesebbek, amelyekről talán ritkábban beszélünk, beszélgetünk, pedig nagyon jó lenne, jó lenne, hogyha ezek a tételek elterjedtebbek lennének, hogyha különböző fórumokat lehetne szervezni ezen méd a tételek által, mert szerintem nagyon sok mindent tudnánk a helyére tenni, akár például lelkileg is. Hát én ezt szoktam szorgalmazni, és természetesen vannak különböző konzultációk, bár mostanában sokkal ritkábban. Gondolom, hogy ez azért is van, főleg azért, mert mindenki a túlélésért küzd, és hát sokan nem tudnak ugye ilyen tételekkel foglalkozni, mert az erő kiveszik a, ugye a túlélés miatt. Én ezt teljesen megértem, tehát ezért mondtam azt, hogy ma egy nagyon elidegenedett világban, korszakban élünk, de gondolom, hogy az sem véletlen, hogy visszaszülettünk. Tehát, ahogy mondtam, szerintem érdemes olvasgatni azt, hogy ki mit vett föl a gyakori kérdések nevű portál kapcsán, hogy mennyire rossz állapotban vannak lelkileg a magyar emberek, és hát ugyanakkor anyagilag is. Hát nagyon sokan leírták azt, hogy ők már legalább tíz éve nem tehetik meg azt, hogy elutazzanak a balatonra, vagy hogy normálisan tudjanak élni. Azt is tudjuk, hogy most már a mindennapos bevásárlás is olykor nagyon nagy nehézséget okoz, tehát az alap dolgokat is nagyon nehezen lehet megvenni, megvásárolni. És tudom azt, hogy ilyenkor az ember egy idő után mennyire elfárad, elfásul, és már nem igazán van kedve mondjuk magasabb röptű gondolatokkal foglalkozni, mert szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy ezek a gondolatok igazából nem jók semmire, hogy ebből nem veszünk kenyeret a boltban, bár mondjuk én egy ideje mondjuk azt, hogy ebből veszem, és így élek itt mindig energiákban kell gondolkodni, és abban, hogy ezeket az energiákat hogyan tudjuk áramoltatni, mire tudjuk használni, és hogy ezen mintázatokból ez mi az, amit fizikálisan is meg tudunk jeleníteni. Én mostanában sokkal tudatosabban gyakorlom és működtetem a létrehozatalt, és azon kísérletezem, hogy hogyan lehet ugye a szellemi elgondolásból anyagot teremteni, mondjuk azt, hogy a valóságot, bár jó kérdés, hogy az ember, mint olyan, mit nevez annak, hogy mi a valóság. Hát a valóság az az, amit mondtam, hogy ebben a világban nincs szükség olyan emberekre, akik látnak, akik tudnak, akik profik, mert nyilván, hogy őket nem lehet kihasználni, és felültetni. Olyan emberekre van sajnos szükség, akik alacsonyabb tudatszintekkel működnek, akiket befolyásolhatnak, manipulálhatnak, de sajnos belőlük van több. Bár én azt is gondolom, és az is a tapasztalatom, hogy mindenkit nem lehet megmenteni, és aki nem akar változni, aki nem vértezi fel saját magát, nem is fog tudni elindulni egy ilyen úton, és, és ők nem fognak tudni egy szabadabb közegbe kerülni, mert itt a szabadság főként és nálam azt jelenti, hogy hogyan élhetek szabad gondolkodással, függetlenül, érzelmileg, teljesen makulátlanul, úgyhogy ne másítsanak meg, hogy ne befolyásoljanak, hogy mindig azt mondhassa el, amit én gondolok, és ahogyan látom ezt a világot, amit én megtapasztalok, hiszen a tapasztalatokra is nagyon nagy szükség van. Nekem nagyon sok tapasztalatom van, hiszen, ahogyan mondtam, gyerekkorom óta, most már majdnem 40 éve ebben a szakmában tevékenykedem, ugyanakkor a magán útjaim kapcsán is nagyon sok mindent láttam, és én folyamatosan kutatok, elemzek. Nagyon erősen figyelem azt, hogy mások miről beszélnek, hogy mit jelenítenek meg, hogy hogyan tevődik tulajdonképpen össze ez a világ. Hát nagyon rosszul. Tehát arról kell beszélni, hogy szerintem nagyon rossz a mostani felhozattal az állomány, mert, mert rengeteg negatív energia van, és ugye mondtam, nagyon nagy mértékű manipuláció. Hogyha sokkal több felébredt ember lenne, akkor nyilván, hogy ezeket a dolgokat, helyzeteket nem is lehetne létrehozni, kieszközölni. Akkor több független társulat lenne, több olyan ember, aki szabadon él, szabadon működik, és aki felmeri vállalni a gondolatait, az érzelmeit, még akkor is, hogyha mondjuk százan menne kellene. Hát igazából mondhatnám azt is, hogy én is egy ilyenfajta mintát képviselek, mert én nagyon-nagyon ritkán találok olyan embereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak és küzdenek, ahogyan én, akik totálisan szabadon és mindentől függetlenül és mentesen mernek élni, létezni, gondolkodni, és valamit adni. Szerintem igazából az is fantasztikus, hogy ezt a programot ilyen régóta működtetem, 15 éve. Nagyon sokan morzsolódtak le, pontosan azért, mert hát. Talán nem tudom. Lehet, hogy azért, mert hogy nem bírták ezt a tempót, vagy nem értettek egyet ezzel a fene nagy szabadsággal, amit ugye én működtetek, és ö, amiért én tulajdonképpen mindig kiálltam. Bármennyien mentek, bármit kivontak alólam, nagyon sok mindent, és nagyon-nagyon sok dologtól kellett megválni, de én mégis tartottam ezt az egész rendszert szilárdan, és nekem is el kell azt viselnem, hogy a hatoldalas önéletrajzom ellenére, és azzal a szakmai tudással és tapasztalattal és gyakorlattal, ami nekem van, az ember igazából nem igazán jut egyről a kettőre, mert hát ez így van, vagyok be őszintén, és hogy mondjuk inkább a celebeket foglalkoztatják, például azokat, akiknek negyedennyi Tapasztalatuk és gyakorlatuk sincs, de hát tudom azt, hogy ez nem csak az én szakmámban fordul elő, szinte mindenhol, az is lehet, hogy most már minden egyes terület kapcsán. Tudjuk azt, hogy ma főként olyan embereket foglalkoztatnak, akik közel vannak a tűzhöz, és akik rokonok, tehát a Rokonok című film szerintem egyre aktuálisabbá válik. Évről évre. Bár ugye az a film, vagy az a történet lehet, hogy mindig is aktuális volt, de jelen életünkben én azt gondolom, hogy a csúcson van. De bízom abban, hogy azok a tételek is, amelyekkel én foglalkozom, persze, ez egy teljesen másfajta alternatíva. Nagyon sokat improvizáltam. 1025 alkalommal soha nem gondoltam volna, hogy ennyiszer tudok majd fejből beszélni, több órán keresztül, hogy ilyen sokáig fog tartani ez a munka, hiszen hat éve zajlanak a felvételek. De hát közben nagyon sok mindent átéltünk, nagyon kemény helyzeteken mentünk keresztül, amelyeket túléltünk szó szerint, és amelyek által talán megedződtünk, de ugyanakkor szerintem el is fáradtunk. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember fáradt, nagyon sok ember csüggett, és lehet, hogy csak egy picit kellene úgymond így megbolygatni az emberek lelki világát, és szerintem rengetegen elsírnák saját magukat, ahogyan néha én is, <laughs> mert nagyon-nagyon hát, kemény időszakon vagyunk túl, és persze az is jó kérdés, hogy ezt meddig lehet így tartani, szerintem már nem túl sokáig. Beszélnek arról, ahogyan én is, hogy nagyon sok változás volt és van, hogy most már az a bizonyos 3D-s burok vagy mátrix leválik innen, és remények szerint Közeledünk az aranykori minta felé, ahol nem lesz ilyen nagy a kiszolgáltatottság, a kihasználás és a rabszolgatartás, és arról is írnak, igen, hogy remélhetőleg egy idő után a pénzrendszer, vagyis, vagyis az elidegenítés módszere egy idő után el fog tűnni, mert hogy ez csak szenvedést okozott az emberiség számára. Érdemes meghallgatni a korábbi előadásaimat, mert hát én is hasonló dolgokról beszélek. Azonos időben miképpen ezek az univerzális törvények vagy tételek ugye napvilágot látnak, tehát ebből is lehet azt látni, hogy én nagyon erősen össze vagyok kapcsolódva ezzel a térrel, közeggel. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó érzésű ember ma nem tud mit kezdeni ezzel a világgal, teljesen jogosan, és csak azok járnak jól, és azok uh, tudnak, uh, nem is azt mondom, hogy érvényesülni, hanem uh, a mai, nagyon démoni kornak körülni, akik. Uh, Pontosan azt a fajta mintát képviselik, vagy azt a szegmens, amit mi szeretnénk valamilyen szempontból megsemmisíteni, hát a negatív oldalt, a negatív pólust. A mai világ nem mindenkinek jó, sőt, az emberek jó részének nem jó. Az emberek többsége vegetál, szerintem, és ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy érzelmileg és lelkileg is. Tehát sajnos eljutottunk oda, hogy valamit változtatni kell. Persze mindig nagyon jó kérdés, hogy az ember a saját területén változtat ott, ahol él, vagy ahová született, vagy elmegy, és megpróbál egy teljesen új életet kezdeni valahol máshol. Én mindkét fajta változatot megértem. Azt is megértem, hogyha valaki nem bírja, és elmegy innen. Ez nem feladás, vagy nem megfutamodás szerintem. Mert én azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott élet azért mindenkinek jár vagy járna, amit itt nem igazán lehet kieszközölni, itt folyamatosan harcolni és küzdeni kell, amiben az ember belefárad, és aminek lehet, hogy egy idő után nem látja értelmét. Én nem gondolom azt, hogy az egész életünket így kellene leélni, állandó küzdelemmel, harccal, vitákkal, veszekedésekkel. Én azt gondolom, hogy egy idő után meg kell érkezni. Persze mindig nagyon jó kérdés, hogy ez a megérkezés. Pontosan mikor történik meg, hogy mennyit kell még gyalogolni, mennyit kell menetelni, mennyit kell küzdeni vagy alkotni, akár szabadon, de főleg szabadon függetlenül, mert így biztos, hogy az ember azt mondja el, ami a valóság, ami az igazság, nem úgy, mint ahogyan a mai média dolgozik, tisztelt a kivételnek ami által nem az igazságra derül fény, hanem valami teljesen másra. De én azt gondolom, hogy ezt igazából csak azok látják, akik a médiában dolgoztak, dolgoznak, hát úgy, ahogyan én, gyerekkorom óta. Van összehasonlítási alapom. Én a 80-as évek óta folyamatosan végigkísértem ezeket az átmeneteket, és azt, hogy például a 80-as vagy a 70-es évek óta hova jutottunk hogy mi az, ami felborult minden, szinte minden, hogy mi az, ami totálisan megváltozott, hogy miért van az, hogy minden a visszajára fordult. Hát ez egy jó üzlet, mondjuk azt, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon jó kis üzlet volt, vagy lehetett azon emberek számára, akik ezeket a kifordított állapotokat, Jelenítették meg, és ö, aminek tulajdonképpen szerintem egyfajta táptalajt is generáltak, de hát ö, lehet ö, egy másik fajta talajt, táptalajt is létrehozni, ez mindig tőlünk függ, de mivel mi sokkal kevesebben vagyunk, így nyilván sokkal nehezebb is a dolgunk, és talán sokkal több időre van ahhoz szükség, hogy valami itt megváltódjon. Biztos vagyok abban is, hogy a felkészült lelkek érkeztek ide, ebbe a mai kali jugába. azok, akik valami tudnak adni, mondani, mutatni de ők biztos, hogy szabad elvűek, szabadon működnek, nem állnak be a sorba, mert úgy nem tudnák, ugye, a valóságot és az igazságot képviselni, ugyanakkor saját magukat sem, hát ahogyan én sem. Én csak így tudok működni, csak így tudok alkotni, hogy szabadon dolgozom, és hogy önállóan hozom létre, önálló gondolatisággal ezeket a tételeket. Azt nem mondom, hogy mindig egyedül kell lenni, és mindent önállóan kell véghez vinni, de de mindenképpen olyan embereket kell találni, akikbe ugyanazok a kódok vannak ültetve, amelyek belénk. Olyan lényekbe, akik tisztán látnak, és akik ennek ellenére sem állnak be a sorokba. Mert lehet, hogy voltak, vannak olyanok, akik tisztán látnak, de jó pénzért elferdítik ugye az igazságot, hazudnak, és egy olyan fajta mintát képviselnek, ami, ami nagyon kevés embernek jó. Hiszem azt, hogy valamilyen szempontból azért mégiscsak a közlést, a közösséget kell szolgálni, ezt szándékosan mondom így, mert benne van az a szó, vagy szótak, hogy köz, hogy nekem van-e közöm bármihez, vagy akár mindenhez, hát az a válaszom, hogy igen, mert ha nem lenne, nem születtem volna ide, nem öltöttem volna újra testet, és nem, nem mentem volna végig ezen a nagyon erős kaminon. Igen, én azt gondolom, hogy az embernek igazából mindenhez van köze, vagy kell, hogy legyen. Mert ö, beszélni kell ezekről az ügyekről, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy mindent meg tudunk oldani. De jó látni, de jó látni azt, hogy mi van. Elemezni, vizsgálni, kutatni, kíváncsinak kell lenni. Miképpen én is mindig kíváncsi voltam, hiszen több ezer interjút készítettem több ezer emberrel. Én mindig nagyon kíváncsi voltam, ahogyan most is. Kíváncsi vagyok arra, hogy a világ hogyan épül föl, hogy milyen megoldások lehetnek, hogy az én önvalom mit súg, mit generál, hogy az Isten mit akar itt látni, hogyan lehetne mindent jóvá írni, felülírni, és egy olyan világot kialakítani, ami nem csak pár ezer embernek jó például, hanem helyel közzel talán mindenkinek de nyilván a sokkal több lénynek, mint uh, jól vannak, vagy jól el vannak, és amennyien szenvednek attól, hogy nem látják a kiutat, a megoldást, mert, uh, mert lehet, hogy még mindig kevesebben vannak olyanok, akik uh, a közérdekeit, szó szerint a közérdekeit szolgálnák. Úgy mondjuk én a magazinommal, mert ha nem így lenne, akkor megtartottam volna a zsírosabb állásaimat, de akkor meg kellett volna hazudtolnom saját magamat, és olyan információkat kellett volna átadnom, amelyeket én nem vélek helyesnek, vagy helyeseknek. Én nem akartam becsapni az embereket, így hát ö, váltottam, és inkább így élek, ahogyan mondtam, rengeteg lemondással, Annyi lemondással, amit nem is nagyon lehet felsorolni, de szerintem nem illik panaszkodni. Nagyon erős hittel kell működni. Az embernek mindig a hitébe kell kapaszkodni. Muszáj elmondani azt, hogy nem értéktelenek azok az emberek, akiknek mondjuk most nincs munkájuk. Ahogy én mondtam, a gyakori kérdések kapcsán rengeteg ilyen probléma kerül felszínre. Nagyon-nagyon sok fiatal nem tud elhelyezkedni diplomával vagy diplomákkal. Nem tudnak megélni. És ezáltal gondolom, hogy az önbecsülésük is alábbhagy, vagy hagyott. Az enyém már nem. Mert én nem azonosítom saját magamat sem ezzel a korszakkal, sem a különböző külső-kinti körülményekkel, sem az anyagi helyzetekkel. Mert hogyha ezekkel azonosítanám saját magamat, akkor valószínűleg nagyon erősen elvesznék. Tudni kell azt, hogy mindig a belső mag a legfontosabb, az önazonosság az, amit az önvalónk tárol, lehet, hogy ez nem lesz fényes, nem lesz csili és külsőségekben gazdag, de remélem, hogy igaz. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember a saját meggyőződését képviselje, ami igazából nem, lehet, hogy nem is saját, mert itt nagyon sok más dologról is beszélni kell. Tehát azt kell elmondani, igen, hogy nagyon rossz lelki állapotok vannak, nagyon sokan gondolkodnak például az öngyilkosságon. Nem érdemes megtenni, mert, mert nagyon sokan dolgozunk azért, hogy itt legyenek változások. Ha valaki már nagyon nem bírja az itteni állapotokat, akkor szerintem érdemes innen elmenni. Nem kell szégyelni, fel kell állni, és el kell menni olyan országokba, ahol sokkal jobb anyagi körülmények között lehet élni, hogyha valakinek ugye ez a szempont, ahol az ember talán szabadabb, még akkor is, hogyha lehet, hogy az ember takarít, vagy olyan munkát vállal, ami nem feltétlenül a mi szakmaiságunkat mutatja, vagy azt, amit mi tanultunk, mert szerintem nagyon sokan gondolhatják azt, hogy feleslegesen tanultak, feleslegesen végeztek el különböző főiskolákat vagy egyetemeket. Hát nekem is ott van a diplomám a fiókban. Én azt mondjuk annyira nem használom, mármint olyan szempontból nem, hogy nem felvételizgetek vele. Viszont a tudásomat és amit a főiskolán megtanultunk, azt használom például a különböző felvételek, előadások, cikkek, interjúk által. Én így kamatoztatom azokat az ismereteket és információkat, amelyeket korábban ugye felvettem, és hát felépítettem egy fantasztikus programot, amiben most már nagyon-nagyon sok minden van, rengeteg tétel, nagyon sok mindent hoztam létre. Tehát szerintem nagyon fontos a tapasztalat, nagyon fontos az álhatatosság, de ugyanakkor az önazonosság és az, hogy az ember soha ne csüggedjen. Persze, ez nehéz, mert, mert nagyon régóta vagyunk benne ezekben a nehezebb állapotokban, és gondolom, hogy egy idő után kifogy vagy elfogy az erő, hát azért az enyém is most már fogyogat. <laughs> Igen, sokkal kevesebbet bírok lelkileg is, mert nagyon-nagyon nehéz az embernek tartani a magát, de szerintem azt sem szégyen bevallani, hogyha az ember nincs az ereje teljében, és hogyha nem mindig sikerül minden száz százalékosan, az a lényeg, hogy mindig valahogyan próbáljuk megoldani azokat a helyzeteket, amelyeket eltervezünk, de lehetnek ezek akár kisebb volumenű dolgok is. Tehát nem kell mindig azért minden egyes nap olyan nagy dolgokat véghez vinni, meg minden nap megváltani a világot, <laughs> mert hát emberi testekben vagyunk, és nyilván, hogy így, nagyon nehéz jelen lenni, főleg azért, mert az anyagi rendszert folyamatosan ki kell szolgálni. És én azt gondolom, hogy ebbe fáradnak bele az emberek. És abba, hogy a lakhatás, az élelmezés, a ruházkodás, az utazás luxussá vált. Ezt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni. Hogy luxus utazni, luxus enni, luxus lakni, luxus öltözködni, vagy elmenni valahova kikapcsolódni, vagy bármit megvenni magunknak anyagilag. De nem luxus gondolkodni, mert azt lehet. Nem luxus élesen látni, sőt, kötelező, különben az ember, mint olyan, nem jut tovább. Mondhatnám azt is, hogy valamilyen szempontból sajnálom, hogy ide jutottunk. Sajnálom. Sajnálom azt, hogy nagyon sok idő ment el, hogy például én is sok mindent még nem tudtam megalapozni, de az is lehet, hogy majd ezekre csak később lesz szükség. Viszont annyiban nem sajnálom, hogy nagyon erősen lehetett és lehet fejlődni az ember saját magát tudta, vagy tudja megváltani a mai világban. Nem sajnálom azt, hogy ezek a felvételek, gondolatok felszíre kerültek, hogy ennyi minden tudtam felszíre hozni az önvalomból, hogy ez a rendszer folyamatosan diktál, és hogy szabad lényé, szabad alkotóvá váltam. Na ezt sajnálom a legkevésbé, sőt, hát arról kell beszélni, hogy én így találtam rá arra, a igazságra, ami bennem diktál, és amit valamilyen szempontból mindig is képviseltem, csak az irányított helyeken nem tudtam ezt úgy megtenni, mint ahogy a most, vagy amióta ugye működik a MÉDA projekt, vagy a Demály Békés Magazin és Program. Én nem mentem el külföldre, bár annak idején nagyon sokat gondolkodtam rajta, és tettem ezért lépéseket. Egyelőre nem lettem öngyilkos hát reméljük, hogy nem is leszek. Talán még az ember valahogyan tudja tartani magát. Egyik nap olvastam egy nagyon sután megfogalmazott gondolatiságot rengeteg helyesírási hibával, de rájöttem arra, hogy a tartalom a mondani való mégis fontos. Ez a valaki azt írta, hogy mindennek időt kell hagyni. Hogyha most az ember nagyon el van keseredve, és azt érzi, hogy nem bírja tovább, akkor adjunk magunknak még egy napot. Aztán még egyet, aztán még egyet, még egyet, és akkor így eltelik egy év, két év, három év, négy év. Persze jó kérdés, hogy jutunk-e valahova, hogy előre jutunk-e eme évek kapcsán, hát attól függ, hogy mit vizsgálunk. Hogy számunkra mi a fontos. Tehát mindennek időt kell hagyni. Ez a legnehezebb dolog szerintem. Azt is mondhatnám, hogy nagyon nehéz a türelem megtanulása hogy én mindennek időt hagyjak, hogy az ember ne pánikoljon, hogy tudja azt, hogy van holnap. Holnap is meg lehet oldani rengeteg mindent. Persze, mindig cselekedni kell, és föl kell állni, és ki kell állni a jogainkért, már ha vannak. Hát vannak, csak ezeket meg kell ismerni. Nem szabad hagyni, hogy manipuláljanak, hogy teljesen elkeseredjen az ember, hogy teljesen behúzzon, ez a negatív oldal, hogy a magáévá tegyen, mert akkor szerintem abból a fajta mintából, állapotból már nem igazán lehet fölállni. Én valamilyen szempontból azért készítem ezeket a felvételeket, hogy megpróbáljak valahogyan segíteni. Hát remélem, hogy valamit, egy picikét én is hozzá tudtam ehhez tenni. Nem lesz vége ennek a dolognak. Én úgy érzem, mert hogyha az emberbe bele van ültetve valami, akkor az szerintem soha nem semmisül meg. Nagyon sokat vizsgálom az érzelmeimet, hogy mi az, ami mindig előtérbe kerülhet, mindig ugyanaz. Mindig ugyanaz évek óta, és akkor innen tudom azt, hogy igen, ez az én vállalásom, sorsom, mert hogyha ezek a helyzetek vagy érzelmek, állapotok már eltűntek volna, vagy lecsengtek volna, akkor szerintem az nem rólam szólna, vagy mondjuk inkább azt, hogy akkor nem lenne már feladat. Hogyha valami állandóan visszatér, akár gondolatilag, érzelmileg, akkor az a miénk. Bármennyire is nehéz, vagy bármennyire kell nagyon sokat áldozni, az a miénk, akkor ezek vagyunk mi, ezt írtuk alá, és akkor ezt a vállalást kell vinni, még akkor is, hogyha. Hát? Nagyon. Nagyon-nagyon sok mindent kellett látni, nagyon-nagyon sok mindent láttunk szerintem az elmúlt időszakban, amelyek ugye nem voltak jó dolgok, és amelyekkel igazából szembesülni kellett, talán azért, hogy gondolatilag, érzelmileg eljussunk valahova. Én úgy érzem, hogy nekem most már váltani kell. És el kell indulni egy másik úton. Szerintem nagyon sok más új tétel is kerül majd előtérbe. Ezt a programot biztos, hogy szélesebbé fogom tenni. Én úgy érzem, hogy nekem mindig ezt a mintát kell képviselnem. Nem fogok soha beállni a sorba. Tovább kell vinnem ezt az utat még akkor is, hogyha már több mint ezer felvétel készült, még magasabb szintre kell emelni, még közelebb vinni, és még többet kell beszélni az igazságról, nem megmásítva vagy elferdítve azt, ami ma jelen van, mert a mi lényünk nem erről szól. Én azt mondom, hogy igenis szükség van, vagy lenne a szakemberekre, a tehetséges lényekre, olyan emberekre, akik nagyon sok mindent tudnának hozzátenni a mai világhoz, és nagyon-nagyon sokat tudnának segíteni másoknak. Jó lenne, hogyha a média is teljesen átalakulna, és például mondjuk a celebek eltűnnének a képernyőről, azt szoktam mondani, hogy milyen jó lenne megtisztítani ezt a közeget is a negatív elemektől, a káros behatásoktól. Én ezért küzdök 15 éve, vagy 20 éve, folyamatosan, minden áldott nap, minden percben. És elmondom azt, hogy még alvás közben is miképpen álmodom, mert akkor is nagyon hasonló álmaim vannak, nagyon hasonló szituációkban veszek részt. Ott is az igazságért küzdök, és azért, hogy több emberhez jussanak el ezek az eszenciák, talán éltető elemek. A különböző műelemzések kapcsán is ezt próbálom elősegíteni. Olyan műveket, alkotásokat mutattam be, amelyek egyedibbek, különlegesek, amelyekkel sokkal kevesebben foglalkoznak, mert nyilván, hogy nem ez a kifizetődő de ahogyan mondtam, kellenek ide olyan emberek is, akik nem ez alapján működnek, és nem azért és nem úgy, hogy egy olyan rendszert szolgáljanak ki, ami szerintem nagyon hamis, és akiknek szerintem egy idő után tükörbe kell majd nézniük. A tükröt, a belső tükröt nagyon sokszor elő kell ma venni. Nagyon sokszor kell vizsgálódni, elemezni és szembesülni az a kapcsolatban, hogy az ember ezt a mai korszakot hogyan kezeli, vagy hogy ő hogyan áll meg ebben a világban hogy ki az, aki eladja magát, ki az, aki nem, hogy ki az, aki ennek ellenére is még állhatatos és hűséges marad. De főleg egy olyan fajta eszméhez, eszméséghez, ami, ami a tisztaságról szól, az őszinteségről, a becsületről. Még akkor is, hogyha ez fordítva nem igaz. És a mai világban az emberek nem igazán ismerik el egymást, de lehet, hogy ezt nem is egymástól kell várni hanem egy magasabb szintű rendszertől. Hogyha az ember önazonos, akkor szerintem nem igazán van szüksége külső visszaigazolásra, ahogyan már nekem sem. Én így is tudok alkotni. Úgy is tudok dolgozni, ha nincs taps, ha nincs elismerés, ha nincs jutalom, hogyha nem veregetik meg a vállamat, hogyha nem lájkolnak. Bocsánat, hogy ilyen idegen szóval élek, hogyha nem rajonganak körül. Sőt, az is lett, hogy én csak így tudok alkotni. Talán ez kiderült az elmúlt időszak kapcsán. Tehát 15 éve él ez a magazin, ez a program. Ugyanakkor az a fajta szellemiség is, ami mellett én letettem a voksomat, mert letettem, és amiért nekem ide kellett jönnöm, vissza kellett születnem, és amiért szabad úszóvá, vagy mondjuk azt, hogy szabadon alkotó egyénné kellett válnom. De szerintem ez fantasztikus. Csodálatos az, hogy különböző embereket kijelölnek ilyen feladatokra. És az is fantasztikus, amikor az ember rájön arra, hogy tulajdonképpen az ő dolga mi. Hogy milyen misszióval érkeztünk. Mert szerintem erre nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez valóban olyan, mint egy misszió, legalábbis én ezt így kezelem. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény remélem, hogy nagyon sok jó alkotás születik még. Rajtam nem múlik. Nagyon sok minden van még a tarsolyomban. És közben szeretnék sok embert biztatni. Ha valaki most nagyon el van csüggedve, azt tartson ki. És ahogyan mondtam, adjatok magatoknak még egy, meg még egy, meg még egy napot. Mert lehet, sőt biztos, hogy a következő nap kapcsán valami újjá éled, talán mi is, és, és közelebb kerülünk önmagunkhoz, a világhoz, az egyetemességhez, az igazsághoz, mindenhez, ami, ami fontos, ami igaz, ami szent, ami jó, és ami által kialakulhat egy másik kör, egy olyan kör, ami, hát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból Isten köre, amiben én igazából csak makulátlan elemeket látok és érzékelek. És amiért a szabadságunk is annyira szent, édeni, és amiért annyira ragaszkodunk hozzá, mert én ragaszkodom a szabadsághoz, a függetlenséghez bármi áron. Igen. Szerintem ez a legjobb szó, hogy ragaszkodni kell hozzá. Meg kell tartani az önazonosságot. Mert szerintem csak így lehet tovább jutni, és elérni azt a bizonyos pontot, az egyetlen pontot.